Hát az egész tevékenységemnek az alapja, amit ides tovább, hogy 30 év körül folytatok, az a festészet. Festészet és a festészethez kötődő kéziművészeti megoldások, formák, kifejező formák. Én tulajdonképpen a természet csodálatából kiindulva arra a hatalmas polifóniára gondolok, ami minket körülvesz. Az az érzésem, hogy nem elég egyfajta módon reagálni ezek a jelenségekre, egyfajta kifejező eszközzel, ebben az esetben mondjuk a szín, olajfesték, vászon, vagy festékek és hordozók, hanem a különböző másfajta jelenségeket is követve, akár mondhatnám azt, hogy a természetet kiegészítve tárgyakkal, installáció darabokra, részletekre gondolok, akkor a hangi effektusokra, akkor újabban a digitális kultúra, tehát a cyber médiát is felhasználva, tulajdonképpen próbálok ebben a nagy vizualitásban, élet körforgásba, jelenségbe bekapcsolódni. Tehát arról van szó, hogy a vizualitás alatt értem azt, amit primér észlelünk, látunk. Most a művészet azért ennél sokkal több. Tulajdonképpen ezeket az eszközöket, ezeket a formákat használja egy megfoghatatlan kifejezésére. Tehát éppen a tartalom, a szellemiségnek a kifejezésére. És végül is itt a dolgok így kapcsolódnak egymáshoz. Na most, amit látunk a környezetünkben, hát én most nem az eredendő formákra gondolok, hanem mondjuk egy urbánus környezetnek a rettenetére, arra az eszerős kép döbbingre, amit mindennap látunk. Szerintem éppen az nincsen harmóniában a természettel. A művészet, a nagy művészet, vagy magas művészet, az harmóniában van, kiegészítve, vagy a természetnek a következménye. Tehát, hogyha mondjuk elmélyülünk az alaphelyzetben, és az alap motivációkat ismerve, akkor szerintem az igazi műalkotások, azok valahogy lesznek. Tehát igazából nem is jó tudni, hogy hogyan, hanem és egy olyan tartalmuk van, egy olyan magabiztosságuk van kiegészítve a már ismert világot, hogy valóban a természet részeinek lehet tekinteni. Alapvető harmónia, ami, tehát én gondolok pszichai, szellemi, egészségi háttérre, ami talán ideális. De hogyha a művészet történetet nézzük, sokszor nem volt megadatva ez a harmonikus együttlét, és mégis éppen ennek a vágya, ennek a hiánya hozta ki azokat a fantasztikus műveket, amit egy ilyen alkotó készített. De hát én csak arról tudok beszélni, hogy mondjuk nagyon sokszor azt látjuk, hogy mivel hogy egzisztenciálisan eléggé nehéz időknek néz szembe egy művész, hogy ez aztán nagyon negatíve meglátszik a műveiben. Tehát a boldogtalanság, az egyéni boldogtalansággal aztán átjön a művekre is. Tehát nem szeretném, hogy esetleg félreértenénk egymást, tehát nem egy
mindenáron is szépségre törekszem, hanem vagy törekszünk, hanem egy a természetben levő szépséghez való hasonlatosságra. Ami attól eltérik, az már sokszor ez a negédes képek és ez a megfelelés, vagy hogyha éppen bizonyos hiányokat akarunk túlzottan kielégíteni, akkor mondjuk a népszerű nevén a Vics területére élünk. Na most a Mamű Társaság, hát mi 1970, szintén 70-es években hoztuk létre Marosvásárhelyen. Hát egy nagyon kemény, az akkori politikával szemben álló fiatal csoport volt, és hát a 80-as évek kezdetéig már mondjuk megérett a helyzet arra, hogy a politikai nyomás és talán a nyíltságunk is, elvágyodásunk is, 30 évesek voltunk, tehát valahogy megkövetelte, hogy lássunk világot. Na most ez mondjuk ezt útlevelek hiányában ezt csak úgy lehetett megoldani, hogy ha onnan végleg eljövünk, és egy páran átjöttünk Magyarországra, és tulajdonképpen itt kapcsolódtunk be a magyar művészetbe, és aztán később újra alakítottuk 1991-ben a Mamű Társaságot, de itt már egy ilyen szakmai bővítés keretében már új magyarországi barátainkkal, akik tehát műfajilag közel álltak hozzánk, így bővítettük ki ezt az eredendő társaságot, és ma születő művek nevet adtuk neki, szintén Mamű, tehát az első az Marosvásárhelyi műhely, és ez a második 91 után már a ma születő művek. Most ebben a társaságban vannak, és ezek, tehát mai napig azok a fényből elszármazott a főiskolán tanuló fiatal művészek is, akikkel most együtt dolgozva alakítjuk a szempontjainkat. Ebben az évben két nagy kiállítás.